Želám vám pekný, príjemný, dobrý večer, milí prítomní. Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som vás v tento úvode privítal na tomto podujatí mene jedného z organizátorov, mene Lovochádzkeho osvetového strediska kultúrnej inštitúcie Banskobystrického samosprávneho kraja. Teda by som vás privítal na tomto podujatí, ktoré je venované skutočne významnej osobnosti Šandorovi Petrofilmu, ktorého 200. výročie narodenia si tohto roku pripomíname. Môžeme povedať, že Petrofilm bol vlastne skutočne významná postava, osobnosť maďarskej literatúry, maďarského kultúrneho života, ale skutočne sa to môžeme povedať, že nielen maďarského, aj európskeho, ale možno až svetového významu. O to viac som rád, že si môžeme pripomínať túto osobnosť aj kvôli tomu, že istý čas žil, prežil aj učenci a nielen žil, ale aj pracoval, pôsobil, tvoril, možno sa aj zalúbil, hovorí sa na to. A nielen učenci, ale celkovo Novhrad, že bol istým spôsobom spojený s Petrofilmom. Takže ja vám želám ešte raz pekný, príjemný večer v peknej a príjemnej spoločnosti a želám vám naozaj pekný umelecký zážitok. Ešte raz vítajte.
Azt is szerettünk volna újra nyomtatni, de ez nem sikerült egyelőre, de a tervről nem mondtunk le, tehát ezt is majd minden bizony az én folyamán remélhetőleg sikerül megvalósítani. Szerettünk volna más terv, de majd a későbbiek során ezt reméljük, hogy sikerül megvalósítani szintén. Úgyhogy a szeretettel köszöntöm Önöket ezen a helyszínen, ami szintén egy különleges helyszín, talán nem tudom, hányos onci van, talán rajtam kívül, hogy ahol vagyunk itt. A Losonci Csalogok szervezet ebben a teremben nagyon sok rendezvényt valósított meg annak idején, hát egy körülbelül 35 éve nagyjából. Zenés-irodalmi esteket, előadásokat szerveztünk, és itt ez a helyszín adott otthont ezeknek a rendezvényeknek. Azóta itt magyar rendezvény, ha jól tudom, nem volt ilyen jellegű, tehát ez megint egy különlegessége, mert még a mai estének. Úgyhogy legyenek üdvözölve, köszönöm a szereplőknek, hogy elvállalták ezt a műsort és ezt a szereplést. Nem volt könnyű összeszedni, összerakni őket, de végül is remélem, hogy sikerül. Ha esetleg becsúszik majd valami bakja, akkor elnézést kérem, mert alig egy fél órával ezelőtt fejeztünk be az éles, első egyedüli éles próbát. Több nem volt, úgyhogy ez a második fellépésünk. Remélhetőleg jól sikerül majd, úgyhogy mindenkinek kívánok jó szórakozást. Az
1845 tavaszán a 22 éves Petőfi Sándor már ismert és elismert volt. Még öntlen. Még nincs forradalom. Van ideje utazgatni, régi barátokat, új ismerősöket látogatni, ismeretlen tájakat felfedezni. A költő, aki az Zoglón Kárpátok és az Alföld síkvidéke közt bemaradmolta szeretett hazáját, élményeit úgy versekben, mint prózában megörökítette. Úti rajzaiban a korabeli magyar próza megadni kis remek művében egyszerre találunk lírai tájleírásokat, és a társadalmi viszonyok a barlagiasság megcsipkedését, sőt, indulatos ostorozását. Az úti jegyzetek, illetve úti levelek lapjain egyfajta önarchív is kibontakozik, egy boldog fiatal költő személyiségének megadni megnyilatkozása. A Szódi rajzok Petőfi műveinek Gyulai Pál által szerkesztett kiadásában jelent meg 1863-ban. 1845. április 1-én indult el Pestről társas kocsi, és Gödöllőn, Aszódon, Miskolcon, Kassánál Eperesre utazott, ahol barátjánál Kerényi Frigyesnél egy hónapot töltött. Együtt mentek azután a Branyiszkónál Lőcsére, Kézmárkra és Igóra, ahol Pák Albert szüleinél 3 hétig időzött. Szülőföldjén. Itt születtem én, ezen a tájon. Az alföldi szép nagy borság. Ez a város születésem helye, mintha Dajkán találtam volna. Most is hallom egy Dajkán szobát, Cserebogár, sárga Cserebogár. Úgy mentem el innen, mint kisgyermek, és mint megölett ember, úgy jöttem meg. Mely azóta 20 esztendőt telt el megrakodva búval és örömmel. 20 esztendő. Az idő, hogy lejár. Cserebogár, sárga Cserebogár. Mint nyugtalva madárszágokon, helyről-helyre rögtön gondolatom. Szedegeti a sok szép emléket, mint a mély, a virágul a mézet, minden régi kedves helyet bejárát. Cserebogár, sárga Cserebogár. Hol vagytok ti régi játszódások? Közületek csak egyet is lássak. Foglaljatok helyet itt mellettem, hadd felejtsem el, hogy férfi lettem, hogy vállalom, 25 év van már. Cserebogár, sárga Cserebogár. Gyerek vagyok, gyermek lettem újra, lovagolok fűzfacsinkot újva, lovagolok szilaj nátharibán, fáfiúhoz még, lova mindig kíván, megitattam, kilovon. Cserebogár, sárga Cserebogár. Meggondol az estét haragszó, kifáradt már olvasni soló. Hazamegyek, ölébe vesz Dajkám, az altató óta hangzik Dajkám. Hallgatom, s fél álomban vagyok már. Cherubim, Cherubim.
és onnan látogatta meg az aggteleti barlangot, amelyet a szabálytalanság remekének nevezett. Rozsnyóról pedig azt jegyezte fel, hogy löbben fekszik magas meredek egyek között, mint az Almisnak rajtán a koltus alapjában. Azután Berzetén, Belsőcön, Gömörön át Imaszombat felvette út. Imaszombatban különféle élményekben volt része. Nem jutott neki fekvőhely, így a földön aludott. Majdnem belefulladt a limába. De a legfontosabb persze az volt, hogy azok éppen folyamatban lévő tisztújításon, mely példás rendel ment végbe, kineveztetett és fölesküttetett táblabírónak. Isten és Gömör megyek egyelmény. Több rendbeli meghívásra kitértem még egy pár közeleső faluba, Kisfaludra és Várgenébe, a füstőszobájú Adorján úri s a lányszakálú Kubinyi Judihoz. Pompás napokat kérdődtem Várgedén. Várgedéről két kirándulást tettem, Losonszra és a Sarkói, valamint Somosgői várhatókra. Losonsza mentén Várgedéről az út Fületen visz keresztül, hol szinte romokban fekszik az egykor nevezetes vár. Természetes, hogy összejártam, de kimondottam és kimondatlan harag fogott el, miről láttam, hogy a romokat lehordják az utcákat tölteni. Hogy mely követen őseink szent vére szállnak, azokon most aggódjanak. Fülek sokáig volt a török kezében. Ha naponként attól a borból kellett volna inni, ott melyet én itt a kocsmában ittam, fogadom, száz évvel előszabadult volna meg tőlük Fülek. Fülektől aztán Losoncig semmi nevezetest nem ér az ember, az utat kivéve. Az élő embert halálra, s a holtat életre rázza. Én meghaltam, s föltámadtam rajta valami hatszor. Losoncon ekkor ízben csak egy napot töltöttem, ez alatt megnéztem a Kácsok várat, s a koszkékát. Éppen delet harangoztak, mikor egy kirándulásból visszatértem Losoncra, hol az én kedvemért készült roppant nevé várt egy roppant magyar embernél. Másnap visszavitt S.A. barátom, ki ide is hozott Várgedére, ugyanazon az úton, melyet már volt egyszer szerencsét passírozni. Füleken megálltunk a Kovács előtt, mert egy lovat patkolni kellett. Én még most is igen szeretem a kovácsi helyeket. Gyerekkoromban kovács akartam lenni. S nem lett volna jó. Most piszkos kezekkel verném a vasat, ahelyett, hogy engem vernek piszkos karikusok. Szeptember végén. Még nyílnak a völgyön a kertünk, s még zölden a nyarka az ablakunk. De látod amottan a téli világot, már hótakarál el a bércigetőt. Még itt jössz ideben a langsugatnyal, s még benne végig az egész kikeret. De én sötét hajam őszbe vegyül már. A téldere már megütéte. Elrúl a világ. Eljelentik az élet. Ülj hitvesen. Ülj az ebben. Ki most fejedet keveredre tevéd. Nem omolsz-e holnap sírok fölébe? Ó, mond, ha előbb halok el, tetemre könnyező borít az a szemfödelet. S rábírhat-e majd el egy ifjú szerelme, elhagyod érte az én nevemet? Ha eldobod egykor az özvegyi fagyat, fejfámra sötét dolgónak azt. Én feljövök érte a síri világból az ég közepén, s oda leviszem azt. Letörölni vélek könnyeimet érte. Ki, hogy könnyedén elfeledél hitelet, s e szívsebb
akkor is, ott is. Örökezzel. Thank you.
Az éjszaka közeledik, a világ lecsendesedik. Pihen a kom, kikötötték, benne hallgat a sötétség. De a kocsma vezet hangos, munkálkodik a cimbalmos. A legények kurjongatnak, szinte rendbe lé az ablak. Kocsmáros még aranyvirág, ide a legjobbik borát. De vén legyen, mint a nagyapám, és tüzes, mint ifjú babám. Húzza cigány, húzza jobban, táncolni való kedvem van. Eltáncolom a pénzemet, kitáncolom a lelkemet. Bekopognak az ablakon. Ne zúgjatok olyan nagyon, azt üzenni az uraság, mert lefeküdt, aludni vágy. Ördög bújjék az uradba, te pedig menj a pokolba. Húzd rá cigány csak azért is, ha mindjárt az ingemért is. Megint jönnek, kopogtatnak, csendesebben vigadjanak. Isten áldja meg kenteket, szegény édesanyám, beteg. Feleletet egyik sem ad, kihörpentik boraikat. Véget vettek a zenének, s hazamennek a legények. Június 14-ét Petőfi ismét Mosonc felvette az irányt. Ezúttal tovább maradt a városban. Az úti jegyzetek szerint egy hetet, a kortárs emlékező szerint viszont két hetet töltötti. Az úti jegyzetekben Essával jelezett barát Steller Antal ügyvéd volt. Steller Jánosnak, a losonci református líceum igazgató tanárának a fia. Ő látta vendégül a költőt, a később emléktárkával megjelölt házban. Steller visszaemlékezéséből sok érdekességet mutatunk meg, magáról a költőről is. Petőfi Sándorral 1844 nyarán ismerkedtem meg Pesten, amikor ő, mint a pesti divatlap segéd szerkesztője, Váhut Imrénél lakott. Egész ismerkedésünk akkor csak pár napig tartott, amelyik tudniillik dolgai miatt a fővárosban időzte. De azért, mint jóhajtások váltunkja. Az 1845-ben Gömör megyében a Várgedén, Kumigyi Rudolfnál találkoztunk ismét, kit felföldi kirándulásáról visszatérőben meglátogatott volt. Innen együtt utaztunk Losoncra, saját fogatomon. Én akkor, mint nőtlen fiatal ügyvéd Losoncon laktam, Karádi Ignáccal, Kossuth Lajos fiainak későbbi nevelőjével egy két emeletes ház egész második emeletét bíró lakásul. Amint azért említek meg, mert Petőfinek kívánsága szerint két szobát adhattam, s adtam is rendelkezésére, kívánsága szerint. Mert kikötötted, hogy csak ebből tétel alatt száll hozzá, ha őd még a szomszéd szobában sem háborgatja senki. Várgedén még azt is mondta Kubinynak, ki erősen marasztalta, már csak azért is elmegyek ehhez a fiúhoz, mert épp annyi vénája van a verselésbe, mint a kapanyél. Megérkezésünk után rögtön, mint futó tűzterjedt az egész városban Petőfi otlétének és körünkben hosszabb időzésének híre. Az érdeklődés iránta általános volt és egyre fokozódott. Az alatt a két hét alatt, amíg Losoncon volt, atyám házán kívül még csak akkori jegyesem és később nőm, Plaki Vilmagad nénye házához járhatott. Jegyesem, mint ábrándos serdülő leány, nem csak rajongott a költészetért, de maga is sok verset írt. Így képzelni lehet, mi meghatott volt, mikor Petőfivel először találkozott. Úgy látszott, hogy jegyesem első tekintetre megnyerte Petőfi rokon szemét. Petőfi hangulatának kifejezést adott P.Y. Vilma kisasszonyhoz című versében, melyen jegyesemmel történt első találkozását történtette meg.
ifjú szívecskék legelőször játsza a szerelemnek szép játékot. Gyönyörök nekem a játék láthatásom, nem én vagyok bár a gyakorló. Ki is ne volna lelkesült néző otthon a szív első mozgulásnakért. Nem olyan éhez, mintha rózsabokra, dirító rózsabokra dráz a szív. Az égő szív, ez a rózsának bokra, lengő fogalmak érzeményei, sul a bokorról a halvány arcokra piros levél, ha a szél enged. A szép orcádat egy-két égni látom ójányra, szíved érzeményítől derül kissé az én sötét világon, mint szerelemnek napja elkerül. Költőgebelnek nem szolgál szerencse. Tudod szerelmem most történetét. Volt életemnek egy királyi kincse. Kódus vagyok, mert azt eltemeték. Szempilláidnak fekete virágának észvédően harmad kereszkedett, időn előttet szívemet kitálám és elbeszélném a történetet. Ekkor, leányka, jó leányka, téged édes testvéremünk fogadtalak. Kössük meg ezt a drága szövetségedet csókkal, Illám, és én álladok. Különben is, te voltál ki mondád, hogy megcsókolni a költőt szabad. Szép állításod, Jánika, teljesítsd át. Tedd a hajkaimra, testvér csókodat. Petőfi Osonci látogatásának emlékét nem csak az elhangzott vers őrzi, hanem volt egy másik kósa is. Vagyam is egy másik költemény is, amely Petőfi Rosonci látogatása alatt született. Elevenítsük fel Petőfi és a Varró leány történetét, Kálici Gyula Miklét a Nógrád című Rosonci újság szerkesztője leírása alapján. Ugyanezt a történetet Kálici Gyula Rosonci Miklét a Nógrád című lap szerkesztője is megírta még részletesebben, talán kissé kiszínezve. Írása egy füzetben megjelent, melynek bevétele a Rosonci Petőfi emléktábla költségéhez járult hozzá. Midőn Petőfi 1845-ben felső magyarországi körútját, mely valóságos diadal menetté vált, elvégezve visszasértett a haza fővárosába. Nógrád megyé keresztül utazva Rosoncon megállott, hogy néhány itt lakó ismerőség s jó barátját meglátogassa. Petőfi két hétnél tovább mulatott e vendégszerető város falai közt, ahol őt, mint a nemzet jeles költőjét, mindent a legnagyobb szívességgel és erősségességgel fogadták. Az elutazásra kitűzött nap előtt délután Petőfi Steller barátjával tölték, akinél szálva is volt. Ennek végeztével éppen a szokásos fekete kávét szörpölgettek, és beszéltek. Miközben Petőfi fölös alán járt át a szobában, megmegállva néha, hogy futó pillantást vessen el vagy ama képre, mely esetleg szemébe ütött a falon. Egyszer azonban egy női furt ábrázoló kép előtt hirtelen megáll, és szótlanul néz. Talán bizony megtetszett. Valóban, milyen szép. Éneképpen sokkal szebb élője eredetiét is ismerem. Ennél szebb egy angyal lehet. Amennyiben szépség, jóság, erény és ész valakit a földön azzal tesznek. Különben a nő, kihez a kép hasonlít, városunkban él. Valóban csak kíváncsi látész. Ha óhajtod, eléggé érdekes élettörténetét is elmondhatom. Elő zsidó és igen szegény szülők egyetlen gyermeke. Anya már régen meghalt, s megvakult atyát, itt a legnagyobb gyöngénységgel ápol, varrás által szerzett keresetéből tartott. Mármint 14 éves ránka mindenki előtt feltűnt ritka szépsége által. S
S minden napronként a Varró intézetbe ment, útközben a város fiatal embereitől valóságos ostromon kellett kiállnia, kik szívesen kísérték a szép Varró leányt. Akár az intézetbe, akár haza. S örültek. Ha egy-egy hízelgő kopjukra elpirult, ami még szebbé, hódítóvá tevé. Felsebb pillén nem csak a város, de a megye legszebb földje lett, s mint ilyen, csak hamar számtalan imádó vette körül, kék vagyonukat, rangjukat ajánlották fel a zsidóhölgynek, szerelméért és kezéért. Én őt látni szeretnék. Én pedig ezen örömmel teljesítem a bemutatást. Nincs csak az a kérdés, hogy mikor? Mert ma vajosan történik meg a látogatás. És te? Már holnap utazni készülsz. Igen, de nem utazol. Bravo, barátom! Ezt szeretem! Holnap tehát bemutatlak a szép barulján. Másnap délelőtt csak ugyan megtörtént a látogatás. Ida, akit Stellerre látogatásról jó előre értesített, előzékenyen fogadta itt a vendégét. Más nőtt az a tudat, hogy magyarországi geniális költőjét láthatta szerint hajléjában, talán elfogultá tette volna. Idára azonban oly fölvin villanyozólag hatott, hogy mi Steller a látogatás égeztével önmagának is kénytelen megvallani, még sohasem látta oly szeretetre méltónak. És Petőfi? Hát őt annyira megrepte a nő szeretetre méltósága és különösen ritka a szívesége, hogy a látogatás alatt nem kevéssé volt elfordulva. Ő legfőlebb egy közönségesnél valamivel csinosabb kisvárosi modorral bíró nőt várt, kinél ámüvetség födözi a szögletességet. S talált elé egy ragyogó szépséget, a legnémeltebb körökbe való, teljes társalgási otthonossággal bíró nőt, kinek minden szavából ész, olvasottság és nem mindennapi szellem sugárzott. S mindezt egy Varró leányba találta. Az első látogatás után naponként elment Idához, és a nő vesztelen kedélyessége úgy látszott, elfeledtetté vele természeti magadságát, mert napról napra inkább érezte, hogy boldog, ha e nő közelében van, kinek társasága ránézve lelki gyönyör. Ida, kinek hízelgett az, hogy Magyarország ünnepelt öltőjét hódolói közé számíthatá, mint eszélyes nő, azon volt, hogy az első látogatás benyomását, mint észrevett, csökkenni ne engedje, s ezért Petőfi jelenlétében ibarkodott a legszeretetre méltóbb lenni, mi neki teljesen sikerült is. Petőfi egy kissé szerette Idát, de ezt tagadni többé nem lehetett. De arra a gondolatra, hogy Ida már menyasszony, kedélye elborult. A költő belátta, hogy aki szeretni mért, az már másképp. Legjobb lesz elmenni, így hagyni a szép Varrórát. A fiatal ügyvéd pedig néhány hét múlva nejének Idának asztalkájára egy divatlapot tett, melyben megjelent Petőfi a Varró leány című költemény. Varró leány szerető, azaz, hogy én őt szeretem. Oly fennhangon kiáltja ezt a dolg ugrándozó szívem, hogy semmi kétség benne. Bolondos egy história talán, de már egyéb nincs hátra. Szeress te is, te szép Varró leány. Szép vagy, de szép arcáidat az ember addig nézi csak, míg nem látja sugarát, lelkem dicső villámot. Minden szabad egy villám, mely szemfénykörű szikrákat áll. Nem ismerem még párodat az elmélységben, te szép Varró leány.
S azon kívül, hogy tündökölsz az elmélység világiban, ki oly könnyen megbukhatán, erényének közhíre van. Elmés vagy, mint az ördög, s jó, mint az angyal. Hogy ne hajtanám meg térdeim előtted, te szép elmés, te jó varrólány. Meghajtom íme térdemet, emelj fel engem szíved. Annál fejed nem vágyom én, hisz ott a menny, a hetedik. Itt várok térdet állva, ruházd a szerető címekre áll. Vagy varr meg szemfelől, ha nem szeretsz, te szép varrólány. Kik értett haltak, szent világszabadság.
ezúban boldog testedel, és jól vagaznád így a sír, amelyen egy hon népesít, s körül ragyogja a szellemed, egészen honnan kebeled. Te, aki a szabadságot megüdvözölted, még bölcsőjében, az viszont neked utolsó búcsúzásként megírta, agyúdörgésekkel sírvásedet. Ehelyen meg fogjuk mi is jelölni.
Tiszteletben fogjuk tartani, s kegyeletünkkel vesszük körül, hiszen Petőfi szelleme közös kincse a magyarságnak. E szellem iránti kegyeletünket leróni, édes kötelességünk mindjártnak. A Petőfi emléktábla a Kossuth Lajos utcai úgynevezett Mistéreház első emeleti ablakai közé helyezkedett. Az aranybetűs, fekete márványtáblát terrakotta keret övezi lanttal, tollal, arancsillaggal, papírkoszorúval. Készítője Csordás József, helybeli szobrász, kőfaragó volt. Az emléktábla avatásán az ünnepi beszédet Latvorszky Mihály, az Állami Főgimnázium tudós tanára mondta. Beszéde végén felszólította a hallgatóságot. Eszméjét kell tisztelnünk, eszményeinkkel ápolnunk, melyekért életét adta, melyeket szent hagyományul az utókorra adott. Törekednünk kell a szabadságra, munkával, törvénytisztelettel, kitartó hazafias törekvéssel. Törekednünk kell az igazi egyenlőségre. Áldoznunk kell a testvériségért, egyesülnünk a hazafiságban és emberszeretetben, hogy a magyar nemzet jövőjének jövője. Losoncnak tehát, csak hűnek kell maradnia önmagához, hűségesnek eddigi múltjához. Beszédem végén fölvetem szemeimet a táblára, mely a költő házát jelöli. Jelentve, hogy mindenütt marad az ő fényéből egy-egy sugár, ahol csak megfordul. Vajra, ez a lelkesedés, ez a szeretet, amelyet látok, az idők folyamán még megerősödnék. Nem csak itt, de mindenütt, ahol magyar szívek dobognak, és ember szívdobban. Akkor nem féltem az álmat, nem féltem nemzetemet, mert ahol szeretni, lelkesedni és áldozni tudnak, az a nép Petőfi szavaival élve soká, soká örökölni. A nemzet nagyköltőjéről születésének századik évfordulóján országszerte a felvidéken is, Losoncon is megemlékeztek. Losoncon 1923. január 6-án ünnepelnek. Petőfi Sándor, jövendőlés. Mondták anyám, hogy álmaikat életbe festi égi kéz. Az álom ablak, melyen által a lelkünk szeme jövőbe néz. Anyám, álmodtam én is egyet, nem fejtenéd meg, mit jelent. Szálim növének, s általam ültem a levegőt, a végtelet. Fiacska, lelkem drága napja, napomnak fénye, örvend lesz. Hosszúra nyújtsa érte Isten, álmodnak boldog titka, ez. És nőtt a gyermek, lángra robbant melegkemén az ifjúkor, s a dal malasztos enyha szívnek, midőn hullámzó vére for. Lontot ragadt az ifjú karja, lontján ragadt a érzetét, s dalszárnya a lángérzemének madárként szálltak szerteszét. Égig röpült a bűvös élek, lehozta a hírcsillagát, és a költőnek sógorából fogt homlokára koronát. Nem érek a dal édes méze, s mint a költő a lantnak ad, szívének mindenik virága, életéből egy-egy drága nap. Pokollá lett az érzelem láng, és ő a lángban martalék. A földön őt az élet fának, csak egy kis ága tartja még. Ott fekszik ő halálos ágyon, sok szenvedésnek gyermeke. S hallá, mint a szülő bús ajka, kényának hangján lebege. Halá, ne vidd előtt karomból, ne vidd korán el a fiút, soká így érte őt éltetni az ég. Vagy álmom kis hazud, anyám,
napon vár a Szentfödél. Dicső neve költő fiainak. Anyám, soká, örökkön él. Közel fél évszázadon át háborítatlanul hirdette Petőfi Losonczi látogatásának tényét az 1899-ben elhelyezett emléktáblán. Szeretettel és büszkeséggel tekintettek fele. Alkalmanként meg is koszorúzták a Losonczit. 1945-ben viszont mindent, ami a város magyar múltjára emlékeztetett, számba lett az új hatalom szemében. A magyar, de egyúttal világirodalom költő óriásának emléktábláját, csak úgy, mint Losonc nagyszülöttének, Kármán Józsefnek emlékeit is eltávolították. A háború után megtizedelt, megfélemlített losonci magyar közösség szellemi feltámadása Petőfi jegyében kezdődött meg. A hontalanság éve után megalakult kulturális magyar szervezet, a Csemadok-Losonczi csoportja 1949. október 1-én Petőfi halálával századik évfordulóján ünnepiesen emlékezett a költőre. Amikor a Vigadó színpadán elhangzott a Feltámadott a tengeren című verse, a losonciak úgy érezték, feltámadott a magyarság is. A költő Losonczi látogatása 105. évfordulójára sikerült elérni a helyi Csemadoknak, hogy visszahelyezzék az eltávolított Petőfi emléktáblát. Petőfi remek műve a János Vitéz 1951-es Losonczi előadásán a Vigadó színpadán megrengetett vihosfehér zöld zászló megdobogatta a jelenlévők színét. A Csemadok és a helyi csoportok elszánt lelkes munkájában Losonczon és országszerte tulajdonképpen a szlovákiai magyarok tudatos önszerveződése indult el, megkezdődött az anyanyelv, a magyar identitás megőrzéséért, a megmaradásáért azóta is folyó küzdelem. Losonczon mindez Petőfivel kezdődött. Az 1970-es évektől a szlovák nyelvű táblával kiegészített Petőfi emléke hagyományával a Kármán-napok keretében megkoszorúzta. Mióta a magántulajdon a költő egykori szálláshelye, a koszorúzás hagyományban megszakadt. De közös összefogással az idei 2023-as évforduló alkalmából a felújított homlokzaton hosszú idő után újra el lett helyezve az emlékezés és a tisztelet koszorú. Petőfi Sándor költő hazafi születésének 200. évfordulója előtt tiszteletre. Reméljük, hogy dicsőnek a költőnek Losonczon is soká örökké él. Ласку, ты радио!
lehetek. És mivel az egyik kedvenc taljátékom és kedvenc szerepem, kedvenc darabom János Vitéz, így még jön két dal János Vitéz. Fogadják szeretnék.
hogy itt van velünk a mindennapjainkban, mert minden műsorban, amit előadunk, vagy bármiben, mindennapjainkban, gondolatainkban mindig ott van. Ha más azért is nem, hogy milyen jó, ha még itt lenne Pista közöttünk, mert ő erre tudná a választ, mi meg nem. És ezért szeretném Önöket arra kérni, hogy amennyiben megengedhetik maguknak az egy éves évfordulójára, szeretnék egy konferenciát szervezni, illetve egy könyvet kiadni az ő munkáiból, illetve a gyűjtéseiből, valamint a megemlékezésekről róla. A könyvhöz hiányzik még némi pénz, amit úgy gondoltunk, hogy a könyv előre megvásárlásával esetleg Önök is támogatni tudnának. Létrehozunk majd egy bankszámlát a Csomagok Nógrádi területi választmánya, és vagy arra, vagy pedig bármelyikünknél, aki legalább 20 euróval támogatja ezt a könyvet, 20 euróért megkapja majd ezt a kötetet, hogyha megjelenik természetesen névvel és címmel. Úgyhogy természetesen nem muszáj 20 euróval, valaki 1 euróval támogatja, az is segítség. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük ezt előre is, és szeretettel várjuk Önöket egy következő, ami szintén Böszörvényi István dolgozott nagyon sokat, és halála előtt leadta hozzá az anyagot. Pénteken a Nógrádi Galéria, Mozaum és Galériában nyílik egy kiállítás, Lámlelkű költő címmel, úgyhogy pénteken 21-én 16:30-kor szeretettel várjuk Önöket a Nógrádi Galéria és Mozaum épületébe a kiállítás megnyitóra, vagy pedig onnantól kezdve egy hónapon keresztül bármikor megtekinthető, azon is sokat dolgozott. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a szereplőknek és Önöknek, hogy velünk töltötték ezt az estét, és még egyszer Balcsik Károlynak.